folytatjuk is a startot, még mindig a közel-keleti helyzettel foglalkozunk. A témában pedig itt van velünk a stúdióban két vendégünk, Gavra Gábor, a Napírja.hu főszerkesztője. Jó reggelt kívánok, köszöntelek. És megadja Gábor, a Századék Politikai Gondolkodáskutató Intézet igazgatója. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, szervusz. És azt már a nézőink tudják szintén, hogy Anitát nagyon izgatja a túszok helyzete folyamatosan, nem csak a hozzátartozókat természetesen, mint ahogy a világot is, hogy mi van most ott a gázai övezetben. Ugye fordult a kocka, arra számíthattunk első tárgyalási szempontok alapján, hogy csütörtökön szabadon engednek túszokat és foglyokat, most ez eltolódott péntekre, hogy miért, még nem ismerjük az okokat, de hogyan kerülhetett olyan helyzetbe a Hamász, hogy most ő diktálja a tárgyalási feltételeket? Szerintem ez a kulcskérdés, amit most a végén föltettél, Anita, mert itt a világ egyik legfelkészültebb, legerősebb hadserege áll szemben egy sokak által lenézett, és egyébként Izrael által is lenézett, ebben a műsorban is nagyon sok szó volt már arról, hogy lekezelte Izrael a Hamaszt, és 6-7 háborúskodás és Gáza város gyakorlatilag elfoglalása után ott tartunk, hogy Izrael a Hamasz fogságából egyetlen egy túszt sem tudott kiszabadítani élve. Egy túszt szabadítottak ki, de őt nem a Hamasz fogságából, hanem ilyen ártatlan gázai civilek fogságából szabadították ki. Ugye 4 túszt elengedett a Hamasz önként még a háború első napjaiban, és hát vannak halott. Túszok, hát akiket... kimondható egyértelműen, hogy gyakorlatilag a nulladik ponttól, hogy október 7-én áttörtek Izrael területére, a Hamász diktál, és ott ugye arról sem tudott Izrael, a világ senki, hogy mire készülnek, és onnantól kezdve folyamatosan csak fut az ő lépéseik után Izrael? Gyakorlatilag arról van szó, hogy az első pillanattól kezdve a Hamász szabja ennek a konfliktusnak a feltételeit. Tehát már azzal, hogy sikerült meglepniük Izraelt, sikerült megalázniuk Izraelt, sikerült elrabolniuk a túszokat, utána gyakorlatilag a média hadjáratot is sikerült viszonylag rövid időn belül Izrael ellen fordítani, és most is ők diktálják a feltételeket. Tehát azon szerintem nincs mit meglepődni, hogy miért nem engedi el a túszokat egy terrorszervezet. Tehát akkor engedi el a túszokat a terrorszervezet, hogyha az éppen aktuálisan érdekében áll. És most úgy néz ki, hogy ha nem áll érdekében, akkor nem engedi el őket. Az egy evidenciaként kezelt mondat, hogy a Hamas nem tudja megnyerni ezt a háborút Izraellel szemben. Arról ritkábban beszélünk, hogy Izrael meg tudja nyerni ezt a háborút a Hamasszal szemben. Tehát lehet-e itt valaki legyőző és legyőzött a végén? Az nyilvánvaló, hogy katonailag ezt a háborút csak Izrael tudja megnyerni, de egyrészt, amit a Gábor mondott, hogy a médiaháborút vagy az információs háborút gyakorlatilag már elvesztette, vagy legalábbis vesztésre áll Izrael ebben a kérdésben. Tehát volt néhány nap október 7-e után, ugye a Hamasz bestiális terrortámadása után, amikor a világ közvéleménye Izraellel empatikus volt, ezt kimosták a gázai képek, amelyeket egyébként a Hamasz nagyon-nagyon hát professzionális módon és manipulatívan tesz közzé. De hogyha a kérdésednek az első felére válaszolok, akkor azért, hogyha a túszok közül, itt több mint 200 túszról beszélünk, a Hamasz fogságából senkit nem sikerült még élve kihozni, akkor azért a katonai siker sem egyértelmű szerintem. De mit nyer, vagy nyerhet, hogy feltételesen kérdezzem, a Hamasz ezzel az egész helyzettel? Tehát azt látjuk, ahogy Izrael betör a gázai övezetbe, és mennek a Gáza városa felé, hogy egy folyamatos rombolás és pusztítás marad utánuk. Ettől még a terrorszervezet fennmarad, ha csak nem iktatják ki a vezetőiket, de hosszú távon... Ez is nekik jó. Igen, a Hamasz nem jól akarja kormányozni Gázát. Tehát a Hamasznak nem akarja, hogy Gáza virágozzon. Hát ha akarta volna, 16 év alatt megvalósíthatta volna. Hát és ahogy megláttuk, hogy ilyen harapófogóba helyezték Izraelt és a szövetségeseit, és hát hogyha az összeesküvés elméletek híve valaki, akkor ez szépen meg volt tervezve szerintem ez az akció. Tehát az is jelzi, hogy nem találják a túszokat, hogy hol vannak a túszok, hogy ez ki volt találva előre. Valószínűleg nem egyedül vettek részt benne, és hát a Hamasznak nem lehet az racionálisan célja, hogy katonailag legyőzze Izraelt, viszont az, hogy ellene fordítson olyanokat, akikkel adott esetben megegyeztek volna,
hogy a nemzetközi közvéleményt Izrael ellen hangolja, ezekben viszont meglehetősen sikeres. De az elmúlt években viszonylag csend volt, ahhoz képest, amilyen fegyverzaj volt a Közel-Keleten az elmúlt 75 évben újra és újra. És ez a csend egyfelől jól jött Hamasznak, hogy készüljön, másrészt pedig azt a hiányérzetet is felkelthette a palesztinokban, hogy elfelejtette őket a világ, elfelejtette a problémáikat a világ, nem beszélnek róluk, hát most beszélnek. Igen, a Hamas kiadott egy hetekkel a terrortámadás után kiadott egy nyilatkozatot, amelyikben annak az első pontja az az volt, hogy a palesztin ügyről megfeledkezőben van a nemzetközi közvélemény, és ők újra vissza akarják irányítani erre a figyelmet. Ez nyilván sikerült nekik. Azokkal a hazugságaikkal most ne foglalkozzunk, amelyik szintén ebben a nyilatkozatban megtalálhatók, hogy nem voltak civil áldozatok maximum, hogyha tűzvonalba kerültek, ez nyilvánvalóan nem igaz. Itt kifejezetten és bestiális módon kisgyerekek, idősek, fiatalok remészárlására mentek, de abban az értelemben a maga ördögi módján bejött ez, hogy néhány nap után a figyelem visszaterelődött, vagy odaterelődött Gázára, és onnantól kezdve viszont, mivel ez már nem három napja tart, mint maga 3-4 napig tartott ugye maga a Hamas terrortámadás Izrael ellen, ez 6 hete tart, és akármennyire is igyekszik kímélni Izrael a civileket, ettől függetlenül 6 hete arról van szó, hogy a gyerekkórház, hogy az iskola, hogy a menekültábor, ebből, tehát az a helyzet, hogy ez is a Hamas forgatókönyve szerint alakul, sajnos. Elképzelhető, hogy akkor mondjuk így, jelképesen, hogy a Hamász sikerének hátán több más kisebb sejtszervezet is előre kap, lendületet vesz, és esetleg elkezdik tervezni mindazt, amely tervezése most már a Hamásztól van, és ez az október 7-e lett az eredménye, csak a Hutikra, hogy utaljak. Többen bekapcsolódtak, ez mondjuk várható volt, tehát hogy a Hezbollah is valamit fog mozgolódni, de ez mondjuk még talán a normális forgatókönyv része igazából, hogyha valami ilyesmi történik, akkor mások is bekapcsolódnak. Tehát olyan nagyszabású konfliktus még nem alakult ki, amitől ugye sokan féltek, hogy mondjuk Irán közvetlenül beszálljon, vagy bármi hasonló dolog, tehát ez még ilyen szempontból nem kirívó. De igazából itt visszautalnék arra, amiről eddig beszéltünk, hogy itt a nemzetközi közvéleménynek az irányítása az, ami a legfontosabb ebben a történetben, hogy ez a véleményipar, ez hogyan alakul. Nézzük meg, hogy a nyugati egyetemeken milyen támogatottsága van a Hamásznak, tehát hogy úgy gyakorlatilag ugyanaz játszódik újra, mint a 60-as évek végén a nyugati értelmiség körében népszerű kommunista terrorbrigádok, meg egyébként iszlamista terrorbrigádoknak is az akció, hogyha a Fekete Szeptemberre gondolunk, ugyanaz a mintázat rajzolódik ki. És valószínűleg én azt hiszem, hogy ez volt a Hamász cél. Ilyen szempontból most látjuk, hogy mindegy, hogy mi történik. Tehát az, hogy lerombolják Gázavárost, az is jó a Hamásznak, ők tudják mutogatni a halott gyerekek képeit. Itt minden az ő kezére játszik, és Izrael gyakorlatilag egy csapda helyzetben van, mert azt nem teheti meg, hogy nem reagál semmit. Ha gyengén reagál, az a baj, ha erősen reagál, az a baj, tehát igazából nincsen jó választása. Erre, amit most látnak a kedves nézők itt, katonai szakértők azt mondják, hogy ez bohóckodás közben, meg azért abból a szempontból, hogy olyan, mintha egy komandós filmet látnánk valami C-kategóriás amerikai moziból, megérkeznek a huti lázadók Jemen felől egy helikopterrel egy izraeli tulajdonú hajó tetejére, ahol semmi nincsen, tehát üres a hajó, az látszik, és ott szaladgálnak. Nyilvánvalóan demonstrálják azt, hogy ezt is meg tudjuk tenni. És szerintem ezek például üzennek az egyetemistáknak szerte a világon, hogy nem kell feltett kézzel várni, hogy mi történik, tudunk tenni valamit. Igen, öntevékeny csináld magad csoportok. Egyébként a Anita kérdésére válaszolva, ez a legveszélyesebb, vagy legriasztóbb ebben. Itt nem kell egy nagy összeesküvést, vagy egy ilyen nagy globális terrorhálózatnak a megjelenésétől tartani, lehet, hogy ez is be fog következni, hanem sokkal inkább arról van szó, amit az Egon mondott, hogy világ bizonyos pontjain öntevékeny csoportok lépnek akcióba, és okoznak kellemetlenségeket, vagy több mint kellemetlenségeket Izraelnek, vagy Izrael vélt, vagy valós szövetségeseinek. És ráadásul az, hogy ez nem, tehát komoly felkészültséget akár technológiában, vagy bármi másban nem követel meg. Hogyha emlékszünk rá, az Izraelben néhány évvel ezelőtt volt az úgynevezett késes intifáda, amikor gyakorlatilag
arab járókelők késeltek meg katonákat, meg civileket az utcán, tehát elég hozzá egy kés. Tehát egy nagyon kis csoport képes problémát okozni. Egyébként Izrael számára ez egy komoly probléma, hogy az október 7-i támadás hogyan volt kivitelezhető, gyakorlatilag tényleg ilyen paritjás szabad csapatok részéről a világ egyik legbiztonságosabbnak gondolt államában. És hogy ugyanezt meg lehet valósítani Európában is, tehát hogy ugyanezt meg lehet csinálni Európában is, ugyanúgy, mint az iszlám állam, hogy mondjam, fénykorában, amikor egy-egy merénylő, két merénylő végre tudott hajtani óriási pusztítást. És igazából nem kellett közvetlenül kapcsolatba lépni, egyszerűen csak kijelentette, hogy ő az iszlám államhoz tartozik. Megadja Gábor és Gabra Gábor voltak a vendégeink, és beszéltünk az izraeli konfliktusról és annak mindenféle csápjáról, ami az egész világot átöleli. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen.